Köszöntöm Önöket, a Szombathelyi Televízió Műhely című magazin műsorát látják. Január 22-e a Magyar Kultúra Napja, ebből az alkalomból Szombathelyen is díjazták azokat, akik az elmúlt időszakban sokat tettek a város kulturális életéért. Őket is bemutatjuk majd hamarosan a mai műsor során, de mindenek előtt engedjék meg, hogy köszöntsem szeretettel Csapláros Andreát, a Szavária Múzeum igazgatóját, mert hogy a múzeum is, talán nem véletlenül így a Kultúra Napjához közel, tartott egyfajta évértékelőt, ami visszatekintés volt az elmúlt esztendőre, és felvázolták azt a sok-sok feladatot, fejlesztési lehetőséget, amelyek az intézmény előtt állnak a továbbiakban. Szervusz, Andi, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Szóval, ha csak egy picit visszatekintünk az elmúlt évre, akkor nagyon sok szám elhangzott, én most ezt nem kérem, hogy sorold is, de hogy milyen sok színű volt az a tevékenység, amelyet a Szavária Múzeum munkatársai végeztek, arra azért világítsunk rá. Igen, ami hát a tavalyi év a Szent Márton éve, és természetesen a Szavária Múzeum ennek az évnek a megtartásában nagyon fontos szerepet játszott, mert azért mégis a Szent Márton kori örökségnek a nagy része az a mi kezünkben, egy része még a földben van, de leletanyagba és műtárgy anyagba ugye ezek a mi kezünkben vannak. És ami talán nagyon fontos volt és kiemelkedő volt a Szent Márton évben, az a kiállítás, amely Pannonhalmát, egy egyházi intézményt és egy egyházi múzeumot összefogott egy szombathelyvárosi múzeummal, egy olyan múzeummal, ami önkormányzati kézben van és fenntartásban van, és összekötötte ezt a két helyet egymással, ugye mind a két helyen a legenda szerint, hogy hol is született Szent Márton, és ezzel a tematikával foglalkoztunk. De a lényege ugye az volt, hogy a kereszténység hogyan jelenik meg Pannoniában, és egyáltalán ezt a 8.-9. századig hogyan lehet végig göngyölíteni műtárgyak szempontjából, és ugye ez volt mégis a kiállításunk fő vonala. Ami még más kiállításunkban is természetesen Szent Márton volt a legfontosabb téma, ugye az, hogy a modern művészek hogyan gondolkodnak Szent Mártonról és Magyarországról. Rengeteg kép érkezett hozzánk, és a kortársunk Szent Mártonnal a képtárban is ehhez a tematikához tudtunk csatlakozni. És természetesen Vas és Kanzama és három olyan kiállítás volt, hogy a néphagyományok hogyan őrzik meg Szent Mártonnak a szerepét, milyen legendák, milyen mesék fűződnek hozzá, hogy egyáltalán az emberek tudják-e, hogy a liba miért van ott, mi a Szent Márton köpenyének a megosztásának a lényege. Tehát ezek mind olyan dolgok, amiről azt hiszük, hogy tudjuk, de mégse tudjuk. És ez fontos volt, hogy a Skanzenban ez megjelenhetett, és ezt is bemutathattuk a közönségnek. Talán ami szintén egy fontos lépés volt, amiről mi nem tehetünk, de mint régészek ott voltunk, azért a Romkert környékén nagyon sok ásatás folyt, ami ténylegesen ez a 3.-4. századi Szavária történetét göngyölítette tovább. Ugye az északi szárnynak a megépítése, a püspöki palota északi szárnyának a megépítésénél olyan leletek kerültek elő, és mozaikok, ami egyértelműen ehhez a korszakhoz köthető, és azt is mutatták, hogy a helytartói palota, amit mi elképzelünk ott a Romkertben, sokkal nagyobb kiterjedésű volt. Tehát ez mind-mind olyan, mint az amfiteátrum, ugye Quirinus halálához köthető, és az ottani ásatások is hihetetlen eredménye jártak, és in situ, tehát helyben is találtunk olyan nagy kvádereket, ami a nézőteret és a küzdőteret elválasztották egymáshoz, amire nem is gondoltunk 2016 elején. Akkor most gyakorlatilag építkezés zajlik majd, mert hogy az egyikre épül a másik, az jutott eszembe, amikor azt mondtad, hogy sok minden a föld alatt van, még ezzel kezdted az összefoglalót, a másik pedig az, hogy elkezdődött a helytartói palota feltárása is, ha itt tetszik, vagy pontosabban folytatódott az a nagy ívű munka, amely már évek óta a romkertes ásatásokat is jellemezte. És itt a Schmidt Múzeumra céloznék, mert hogy a Schmidt Múzeum felújítása, illetve egészen pontosan a fogadóépületének az elkészítése kapcsán további ilyen feltárások várhatók, amelyek még gazdagabbá teszik azt az ismeretanyagot, amit eddig a helytartói palotáról feltételezünk.
Igen, a Schmidt Múzeum fogadó épületének a megépítése már egy nagyon régi álma a múzeumnak. Már az én elődeim is terveket készítettek erről, és tervezték azt, hogy egész egyszerűen a múzeumpedagógiai foglalkozásokhoz is alkalmas teret kell kialakítani, és egyáltalán vendégek fogadásához. Ugye a régi gimnáziumnak az épület, ugye Szombathely egyik legrégebbi épületéről van szó, nem mindenben alkalmazkodik a 21. századi elvárásokhoz, és ez a kicsi hozzáépített épület pontosan azt szolgálja, hogy mi úgy tudjuk fogadni a látogatókat, amit elvárnak tőlünk. Ami nagyon fontos ugye a Schmidt Múzeumnál, ugye a Püspöki Palota alatt folytatódik természetesen a római kor, és várjuk azt, hogy találjunk még olyan emlékeket, ami ehhez a korszakhoz kapcsolódik, de talán ennél még izgalmasabb a középkor. Ugye nagyon jól tudjuk, hogy a középkori vár az itt állt, és ennek a részei elő is kerültek, és tudjuk is, hogy hol vannak a Schmidt Múzeum környezetében, de azon a részen, ahol most folytatódnak az építkezések, ott még nem volt ásatás, és azért nagyon izgalmas lenne Szombathely középkorát még alaposabban megismerni. Természetesen a római kor is nekem, mint római korosnak nagyon izgalmas kérdés, de középkorról még kevesebbet tudunk, és még kevésbé tudtuk ezt megfogni leletek, műtárgyak alapján és épületek alapján, és azért abban reménykedünk, hogy egy kicsi részen is, de azért mégiscsak talán bele tudunk pillantani a földbe, és titkokat fog elárulni a föld. Ha visszatérünk még a Romkertre, ha jól tudom, a Modern Városok program keretében lesz majd arra forrás, hogy a Járdányi Paulovics István Romkertben az a csodálatos mozaik is minél tovább megőrződhessék. Igen, a Romkerttel kapcsolatban is én nagyon örülök neki, hogy ott is egyfajta felújítási vagy munkálatok folyhatnak, ami természetesen ásatásokkal is egybe vannak kötve. Ugye az ásatások nagyon hosszú időre tekintenek vissza, egészen más módszerekkel és más technikai lehetőségekkel dolgoztak annó elődjeink. Ugye itt a Géfin Gyula mellett azért Szentlélek és természetesen Bósz Terézia nevét kell mindenképpen kiemelnem. És ami nagyon fontos lenne, hogy a mozaikot megmentsük. Ugye ez többször is elhangzott, ugyanígy az elődeim és Sosztorics Otto, Kis Gábor, Bóc, Terézia, rengetegen mondják azt, hogy ennek a mozaiknak tényleg az utolsó pillanatában foghatjuk miközben még meg. Miközben egyébként egy páratlan értékről igen, van szó. Igen, tehát pannoniai szempontból ez a legnagyobb összefüggő mozaik, ami egyszerűen csoda, hogy így megmaradt, és azért a 2000 év alatt, amíg benn volt a földbe, sokkal jobb állapotban volt bent, mint ugye ki lett emelve. A víz és a fagy, az időjárás, attól függetlenül, hogy egy fedett területen van, nagyon sok kárt tett benne, és éppen ezért ez lenne talán az egyik legfontosabb, nem talán, hanem az egyik legfontosabb mozzanat, hogy ezt a mozaikot felszedjük és restauráljuk. A többi meg várat magára, és mondjuk, hogyha a mozaikot felszedjük, akkor olyan lehetőségek állnak előttünk régészeknek, amit még nem látott régész, mert azért tudjuk, hogy a helytartói palota se egyik pillanatra a másikra épült oda, annak is különböző fázisai vannak, és mind-mind ezekre a nyitott kérdésekre válaszokat kaphatunk. És talán ami izgalmas ebben, hogy ugye az első-második század a Szavárjának, nem mondom, hogy jól kutatott, de ismert, nagyon sok mindent tudunk, de a harmadik-negyedik századról és főleg Szent Márton koráról nagyon keveset tudunk, és most itt van a lehetőség, hogy ebbe is egy kicsit beleássuk magunkat. Ha még mindig a felújításoknál tartunk, akkor menjünk át egy másik intézménybe, ez pedig a Képtár, aminek a felújítása kapcsán felvetődik az is, hogy a Strammel gyűjtemény, aminek most már keresi a helyét a város, az úgy tűnik, hogy szintén megoldást lel. Hát igen, nagyon jó lenne, ugye Schrammel művész úr megkereste a várost, és így kapcsolódott be a múzeum is, mert hogy a múzeumi gyűjteményi keretekbe talál ez valószínűleg végső helyet. Ugye a Képtárnak az épülete nagyon rossz állapotban van, és ez az épület, amikor megépült, egy csodálatosan modern épület volt, és ténylegesen kiállított térnek építették, és ezt a részt meg is kell őriznünk, és ez tényleg egy hihetetlen modern művészeteket bemutató tér is, még mindig, de azért látszik rajta, hogy eljárt fölötte az idő, és az egész egyszerűen mind a technikai lehetőségek is már túlhaladták mindezt, és itt a beázás
jelent szintén ugye a lapos tetővel egy nagyon nagy problémát, úgyhogy erre is egy megoldást kell találni, mert biztos egy 5-10 éven belül még súlyosabb lesz ez a probléma, és hogyha erre is lehetőség nyílna, tudom, hogy habzsolónak tűnik mindez, de természetesen akkor megint rendben vannak ezek az épületek, és ezek azért több évtizedre és reprezentatív épületeiről vannak szó a városon belül. És akkor a Strammel gyűjtemény, azt pedig, ha jól tudom, a volt Éva Malomban kaphat igen, helyet. Igen, én is így tudom, de ugye erről csak keveset tudok, igen, én is keveset. Strammerul itt van, ő nagyon szeretné itt hagyni a gyűjteményét, és ami fontos lenne, hogy nem csak azt, ami kiállításban most is szerepel a képtárban, hanem ugye azt a rengeteg anyagot, azt is itt a Szavária Múzeum őrizhetné. Aztán egy csodálatos, megújult külsejű Szavária Múzeumot láthat az, aki elsétál mellette, és aki betér a múzeumba, az ugye egyfelől már láthatja annak az eredményét, hogy a múzeum munkatársai törekednek az állandó kiállítás fokozatos megújítására is, és ez is elérkezik egy következő fázisához. Igen, 2013 óta, vagy inkább 2014 óta a kubinyi pályázatokon vesz részt a múzeum, természetesen előtte is részt vett az Alfa pályázatokon, ugye ebből újult meg a Schmidt Múzeumnak az állandó kiállítása. Itt most több fázisban kell ezeket megpályázni minden évben, ugye az első két fázisban sikerült a Neolitikumtól egészen a Lateinkorig felújítani a gyűjteményünket, ugye ez az első két termet érintette, és most a harmadik, negyedik fázisban, ugye a harmadik fázis az már le is záródott december 15-én, de természetesen az nem volt annyira látványos, mert nem, az nem a műtárgyaknak a behelyezéséről szólt a térben, hanem a megtervezésről és a nagy installációknak az elkészítésről, és most a második, ennek a második fázisában véglegesen sikerül lezárni reményeim szerint ezt a kiállító teret is. Ugye ennek a végső határideje június közepe, de szeretnénk jóval előbb megnyitni, mert egész egyszerűen a múzeum akkor tavasszal az új római térrel fogadhatná, és ténylegesen egy térről beszélünk, mert egy római utca részletet láthat a látogató, kvázi érezheti azt, hogy a város anno hogyan, a városi élet hogyan lüktetett az utcákon. És mivé változott meg a város. Ez a kiállítótér is azt mutatja, hogy milyen gazdag történelmi öröksége van a városnak, és hogy helyi értékekben mennyire gazdag. Arról is hírt ad ebben az esztendőben majd a múzeum, hiszen a kiállítás sorozatának a központi eleme a szombat helyi, így nagybetűvel. Igen, a kollégáimnak az ötlete, és elsősorban Czenki Zsuzsannának volt az ötlete, hogy koncentráljunk a helyi dolgokra. Koncentráljunk arra, hogy mi van a gyűjteményünkben. Ugye minden évben a múzeum kezdtük az Adriával, egy tematikus kiállítást indít el, amihez az összes gyűjtemény csatlakozni tud. Ugye volt az Adria, volt a Selyem, tavaly év ugye a Szent Márton, és az idei évben szombathelyi. Tehát egyértelműen a szombathelyiekhez fordulunk. Egész egyszerűen azért, hogy megmutassuk azt, hogy milyen gazdag gyűjteménye van a mi különböző intézményeinknek is. A Szavária Múzeum ugye a tavalyi évben végig zárva volt, és szeretnénk visszacsalogatni egy kicsit a vendégeinket, tehát nem véletlenül, hogy a római terem is most fog megnyitni, és reményeim szerint május vége júniusban nyílnak meg ezek a kiállítások. A Szavária Múzeum dísztermében, ami szint egy rendkívül elegáns tér, az idei évben a Knébel farkas gyűjteményeknek a bemutatására kerülnek ki, fotógyűjteményeknek, az épületek hogyan néztek ki akkor, hogyan néznek ki ma, és egyfajta fotókiállításon szeretnénk bemutatni azt, hogy milyen értékei vannak ennek a városnak, és mi az, ami mellett talán nap mint nap elszaladunk, észre se vesszük, és ez hogyan nézett ki akkor, amikor megépítették, amikor lefotózták őket, többszörösen hogyan változott az évtizedek alatt. Azt hiszem, hogy ez magán a Szavária Múzeumon is, hogyha végignézi az ember a fotósorozatokat napjainkig, egyszerűen döbbenetes, hogy milyen változásokon ment át. Aztán a képtárban is természetesen ez nagyon fontos szerepet fog játszani. A képtár gyűjteményében hihetetlen értékek és kincsek vannak, amit megmutatunk, de most kimondottan erre szeretnénk koncentrálni, hogy igen, nézzétek meg, hogy nem véletlenül a képtár az, ami, és nem véletlenül vált azzá, ami.
Az Ízeumban pedig talán megint visszamegyünk a régészetre természetesen, és a régészetben megmutatni azt, hogy ha megtalálunk valamit, azt az ember csak a régész látja, meg a régésztechnikus és az ásatási munkás, meg amikor ti vagytok olyan kedvesek, és eljöttök, és tényleg a szenzációs dolgokat fölveszitek, de egész egyszerűen utána eltűnik ez, ami valóság volt, ahogy a földbe előkerültek a tárgyak, és szeretnénk megmutatni azt, hogy hogyan nézett ez ki az ásatáson, és aztán mi lesz belőle, amikor műtárgyként már egy kiállításon egészen más kontextusba szerepel. És talán ami számomra az egyik legizgalmasabb téma, a skanzenban a kiállítások. Három témával szeretnénk foglalkozni, ami az ember életében a három talán legfontosabb állomás, a születés, az esküvő, a családban élés, és ugye a halálnak a kérdése, és ezeknek a fotókon keresztül, tárgyakon keresztül bemutatása. Tehát ez is valahol a szombathelyi, de az embernek az értékeit mutatja be, az ember értékeket. Ami bizonyára nagyon sok fognak majd ismerősöket, igen, felmenőket is találni. Nagyon izgalmasnak ígérkezik a kiállítás sorozat. Hát a sok-sok munka vár, ahogy hallgatjuk most a múzeum munkatársaira, és ehhez kívánok jó munkát valamennyi ötöknek. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen a meghívást. Kedves nézőink, mi pedig azzal folytatjuk, ahogy a műsor elején ígértem, hogy bemutatjuk önöknek azokat, akik kiemelkedő kulturális munkájukért elismerést kaptak. Ezért a tevékenységéért a díj első fokozatát Gálik Zoltán művészettörténész vehette át, aki a Szavária Múzeum munkatársa. Pécsen a tanárképző főiskolára jártam rajzszakra, ott nagyon érdekes előadásokat hallottam a kortárs művészetről, és az előadó Fábri Sándor volt, akinek a pop artról, a konceptualizmusról szóló előadásai telt előadó termekbe hangzottak el, és még a főiskolai tanárok, oktatók is beültek, mert annyira érdekesek, élményszerűek és informatívak voltak ezek az előadások, és valahol ironikusak is. Most ezek az élmények a későbbiek számára elraktározódtak, és valahol belülről ötvözöttek azzal, amit a régi művészetről tanultam, és ez tulajdonképpen tovább erősödött, amikor a művészettörténet szakot végeztem egyetemen. Olyan tanárok, olyan oktatók, professzorok voltak, akik otthonosak voltak a régi művészetbe is, meg a modern művészetbe. Én itt személy szerint Németh Lajost emelném ki, aki akkoriban tanszékvezető volt, akinek hatalmas rálátása volt az egész magyar művészetre, valamint Keserű Katalint említeném, aki pedig nagy gondot fordított a hallgatóknak a pályára indítására. ...1983 óta vagyok a múzeum alkalmazásában, és amikor a képtár megnyílt, akkor adott volt, hogy mivel kell foglalkozni. Abból adódóan, hogy a szombathelyi képtár alapvetően a 20. századi művészettel foglalkozott indulásakor, természetes volt, hogy ezt a korszakot vizsgálom. Ezen belül is egyik fő területen volt a 20. század első felének a művészete. Amikor Fabényi Júlia volt az igazgató, ő a kortárs nőművészetet mutatta be, mert akkoriban, a 90-es években volt ennek egy fellendülő korszaka, és ennek alapján mondtam én, hogy én megnézem, hogy mi volt ennek az előzménye a 20. század első felében Magyarországon, és hát kutatások indultak meg, teljesen elfelejtett nevek, teljesen elhanyagolt képek, nem csak a művészet minősége érdekelt, hanem a művészet szociológiája is, és megint egy olyan témát kerestem, ami érdekesség, kuriózum, arisztokrata művészeket.
furcsa, sajátos státuszt képviselt a Szombathelyi Képtár országos múzeum és helyi múzeum egyben. És ez magába foglalja egy konfliktus lehetőségét a helyi művészettel, a helyi művészekkel. Előttem már elkezdődött, és én meg tudatosan folytattam, hogy ők kapják meg a nagy termeket is. Elindultak a vasi tárlatok, mi Vasi Szalon néven folytattuk. Van egy nagy terv, egy olyan nagyszabású ikonkiállítás, ahol az eredeti ikonoktól egészen a számítógépekig átgondoljuk, hogy mit jelent az ikon. A kiemelkedő kulturális munkáért díj második fokozatát ugyancsak a Szavária Múzeum egykori munkatársa vehette át, Zsoldosnics Idei Valéria, aki gyűjteménykezelőként ott bábáskodott a Vasi Skanzen létrehozásánál. Nagyon szerencsés embernek mondhatom magamat, egyrészt mert hetedik gyermekként születtem, anyukámnak, apukámnak, nagy családból származom, és igazándiból nem kell sok dátumot megjegyeznem munkahelyeket illetően, ugyanis pár hónap híján életemet a Szavária Múzeum néprajzi osztályán töltöttem. Jobban mondva, a kezdeti időkben a múzeum faluban dolgoztam, mint tárlatvezető teremőr. Nagyon szerettem azt a munkakört, és máig szerelmese vagyok igazából a skanzennak. Bárdosi János volt az, aki engem oda akkor felvett. Az ő irányításával, vezetésével megtanultuk a falusi életrendet, úgymond. Persze ez nem állt tőlem távol, hisz falusi lányként nevelkedtem, máig falun élek. Mit is értek én ez alatt? Nagy gondossággal kellett nekünk naponta a padozatot felöntözni. Nyilván tudja mindenki, hogy akkor a sárral tapasztott, döngölt padozat volt, és 8-as köröket leírva a felsöprés előtt, ez szinte szabály volt. Megtanította velünk a dunnákkal fedett ágyak minél magasabbra rakását, ugye, aztán megtanultuk a muskátliknak a gondozását, és még sorolhatnám tovább. 3 évet töltöttem így ebben a munkakörben, Bárdosi János halála után. Horváth Sándor vette át a néprajzi osztály vezetését, és mondhatom, hogy szerencse, vagy nem szerencse, akkor a gyűjteménykezelői munkakör éppen megüresedett, és ő volt az, aki tulajdonképpen kiemelt engem az ottani munkatársi gárdából, feltette a kérdést, hogy lenne-e kedvem esetleg itt a néprajzi osztályon dolgozni, mint gyűjteménykezelő. A gyűjteménykezelés ez azért fontos, mert igazából innentől, ettől az évtől lehet azt mondani, hogy gyűjteménykezelő vagyok, mert ott a múzeumfaluban tárlatvezető teremőrként dolgoztam, és ott is nyilván feleltem a műtárgyakért, a ránk bízott értékekért, de amint ide a néprajzi osztályra kerültem, ugye a pár száz darabos műtárgy állomány helyett a több ezer darabosról kellett nekem, mint gyűjteménykezelőnek gondoskodni igazándiból. A közel 40 év alatt nekem is volt szerencsém többször járni gyűjtőutakra. Jártuk a falvakat, gyűjtöttünk is természetesen, mert ilyenkor, ha az ember egy régi házhoz bejut, akkor főleg a néprajzos, ugye elkerülhetetlen, hogy megkérdezze, milyen kincsek vannak esetleg padláson, vagy a pajtában, vagy éppen a kamrában. Ezek mind nagy élményt jelentettek nekem. Nagyon
pörgősen teltek nekem a napjaim, és tényleg szerencsés embernek mondhatom magam, mert olyan ember voltam, aki tényleg örömmel jött mindig dolgozni, bármilyen feladat várt rám, külső, belső kiállítás, rendezés, gyűjtés, szállítás, bármi, mindenben örömöt találtam. Kultúra támogatásáért Timár Péter, a Lamantin Jazz Fesztivál főszervezője, a Lamantin Klub létrehozója vehetett át idén elismerést. Pécsi barátaimmal, akikkel az egyetemre jártunk, ott egy 5 éven keresztül egy egyetemi klubot szerveztünk. Aztán, amikor elrepültek az egyetemi évek, és többségünk ide költözött Szombathelyre, illetve hazaköltöztünk, akkor itt megalapítottunk egy egyesületet, mert szerettük volna folytatni ezt a tevékenységet, és akkor alapítottuk az Improvizatív Zeneműhely Egyesületet. Ez szervezi a évközi klubokat, és a nyaranta, most már 18. alkalommal megrendezésre kerül Jazz Fesztivált és a hozzá kapcsolódó Lamantin improvizációs tábor. A legfőbb cél az volt, hogy saját magunknak legyen egy olyan hely, ahol jó zenét hallgathatunk. Igazából ez így indult az egész. Egy egynapos mini fesztiválból indult valóban, amely a tavaszi fesztivál programjaként került megrendezésre, majd nyilván 3 évre kibővült 2-3, majd 4-5, naposra, most pedig most már 5-6-7 éve egy egyhetes rendezvényről van szó, amely egy nemzetközi jazzfesztivál, nem csak a Magyarország kiemelkedő zenekarait hívjuk meg, hanem Európából, illetve a tengeren túlról is számos hírességet, sztárt tudunk elcsábítani a fesztiválra. Volt egy nagyon jelentős tábor az országban, úgy hívták, hogy Tatai Jazz Tábor. Ez több, azt hiszem, hogy 30 éven keresztül működött. Gonda János volt a szervezője, a Magyar Jazznek a doájénje. Ez 17 évvel ezelőtt megszűnt, és akkor Márkus Tibor barátom ötlet alapján az egyesület folytatta ezt a tevékenységet, ő is lehet így mondani. 110-120 diák jön el minden évben, a tanári kar pedig a magyar jazz élet kiválóságaiból verbuválódik. Én úgy szoktam fogalmazni, hogy aki valamire viszi majd a jazzbe, az nagy valószínűleg megfordult a Lamantin improvizációs táborról, ezt büszkén mondhatjuk. Jazz az egyfajta életérzés, itt elég egy szikra időnként, hogy berobbantson egy olyan belső folyamatot, ami utána lángra kapva egy egész életutat végigkísér. Talán több zenész palántában sikerült ilyen szikrát elhintenünk itt a táborban. Szeretném kiemelni, hogy a programjainkat szervező egyesület egy baráti társaság. Fel is sorolnám a tagokat, mert nagyon fontosnak tartom, hogy őróluk is tudjunk. Geosics Beáta, Gerben Zsófia, Kovács Szilvia, Mihok Mónika, Brandi Zsófia, Simon Tamás, Gyuk Péter, Király Balázs, Timár Gergely, Kukor Ferenc, Kis György, Bodzai Lajos és Nemerei Péter. Jó magam egy picit muzsikálgatok, kicsit zongorázok, de hát azt nem nevezném még igazából művészeti tevékenységnek, a saját szórakoztatásomra. A többiek is hát szeretik ezt a zenét. Tényleg erről van szó, semmi többről. Tudják jó, hogy a kultúra az összeköti az embereket, és közösséget alkot. És itt is erről van szó, egy kiváló közösség alakult ki, és a szűk közösség pedig magával vonzott egy tágabb közösséget. A kitartó munkának gyakran ez a gyümölcse, azt tudom mondani. Ha a minőséggel és megfelelő lelkesedéssel párosul, és van egy olyan társaság, akik hajlandók évről évre folyamatosan azért tenni. Ez a díj nagyon megtisztelő természetesen,
és az ember kicsit vissza igazolva látja azt, hogy sok emberhez sikerült közelebb innünk ezt a fajta muzsikát, és valóban a helyi kultúrás életben az Egyesület betöltötte azt a feladatát, amit szántunk neki. Bár a Szent Márton gálán már bejelentették, hogy az idén alapított Vörös Sándor díjjal a Lord zenekar tevékenységét ismeri el a város, az együttes tagjai akkor nem tudták, ezért most a Kultúra napi gálán vehették át a díjukat. Én ezúttal is szívből gratulálok minden kitüntetettnek a munkájáért, és bizonyára itt tesznek a Szombathelyi Televízió nézői is. A következőkben pedig egy könyvbemutatóval folytatjuk. Gyógyíthatatlan sebek, magyarok az Auschwitz-Birkenaui Lágerbirodalomban címmel jelent meg Szita Szabolcs monográfiája, amely az első ilyen jellegű tudományos összegző munka. Ezt a kötetet nemrég a Bernstein Béla Kulturális Központban mutatták be. Bakó Béla kollégám készített összefoglaló beszélgetést Szita Szabolcsal a könyvről. Ezt láthatják most. Itt vagyunk a Bernstein Béla Kulturális Központban, ahol hamarosan kezdődik Szita Szabolcs Gyógyíthatatlan sebek című könyvének bemutatója. Ez a kötet a Magyarok az Auschwitz-Birkenaui haláltáborban alcímet viseli, ami tulajdonképpen ki is jelöli a kötetnek a témáját. De hogy pontosan miről szól a könyv, és meddig lehet visszavezetni ennek a 20. századi traumának a gyökereit, vagy milyen utóélete volt, ebben lesz segítségemre a szerző, aki itt van velünk, és köszöntöm is. Jó napot kívánok! Egy kicsit talán érdemes körüljárni a könyvnek a keletkezését, témáját. És nekem itt az első kérdés az, hogy tulajdonképpen talán nem túlzás részemről azt állítani, hogy a történelem ezen vészkorszakának az irodalma az most már könyvtárnyi mennyiségű. Mennyire feldolgozott az SS-nek a lágerbirodalma? Nagyon erősen feldolgozott, sőt, nagyon helyesen mondta szerkesztőről, hogy tulajdonképpen könyvtárnyi, sok könyvtárnyi. Ha azt mondjuk, hogy Magyarországon is rengeteg emlékezés jelent meg, van Szombathely emlékezések is, ugye? Jó néhányan, akik túlélték, vagy ha nem is élték túl, a hozzátartozók megtették ezt. De és mégsem elég, mert figyelmeztetni kell egyszer az emberiség. Másrészt, hogy ki melyik szeletét látta ennek. Ki hogy élte ezt meg. Ebbe különböző dolgokkal lehet találkozni. Én magam, ha mindjárt itt a könyv keletkezéséhez érünk, én magam úgy voltam vele, hogy most már megírtam vagy 30 könyvet, és megírtam például a Mauthausen-i koncentrációs tábornak a történetét. Ez egyfajta új gyakorlat volt, hogy belemerjek vágni abba, hogy mi is az az Auschwitz-Birkenau. Voltam ott többször, elolvastam én is ennyi könyvet, emlékezést, rengeteg különböző dokumentumot, de ez hozzá fogni, ebben ezt valahogy úgy megfogni, hogy egyáltalán az emberek majd elolvassák. Már egy olyan rémtörténet, hogy ez leteszi, ezt köszönöm, ezt nem. Vannak, akik ilyen filmről kijönnek, vagy be sem megyek, azt mondja a moziba, igaz? Tulajdonképpen akkor ezek szerint ez a fő csapás. Nekem most az jutott eszembe, hogy még az egyetemen volt egy tanárom, aki számára, ő katonai főperekkel foglalkozott, és számára az igazi nagy kihívást a Reichper jelentette, és ehhez voltak ilyen mindenféle előtanulmányok. Az ön esetében az Auschwitz-Birkenaui haláltábor feldolgozása az személyes indítatásból és érzelmi viszonyulásból volt egy nagy falat és nehézség, vagy tényleg ez a két haláltábor volt az a fő terület, aminek a feldolgozása olyan mértékű forrásokkal kellett, hogy dolgozzon, ami egy hatalmas munkát jelentett? Hát igen, történészként és meg emberként is érdeklődően egyébként a családomat nem érintette ez az üldöztetésnek ez a fajtája, megnyilvánulása, de érdekelt valamiért. Azért is többek között, mert itt a megyében is úgy építették ezt a védvonalat, amit húzódik a zalai vasidombokon, és föl egészen Sopronig és Hegyeshalomig, és amikor én ezután érdeklődtem, akkor azt mondták, hogy ne szadjuk. Te ne foglalkozz valami mással. És ilyenkor az emberből fölébred, hogy de hogy is foglalkozom? Most mi itt a titok? Hát ezt meg kellene ismerni. Hol van erre irodalom? Na most így volt ez, hogy kezdtem
már a 70-es években érdeklődsz, 80-as években pedig bejártam Európa legtöbb koncentrációs táborát, de még mindig nem éreztem magamat olyan felkészültnek, hogy ezt megtegyem, és akkor volt, hogy megírtam ezt a Mauthausen kötetet, amit Ausztriában is magasra értékeltek, de nagyon megszenvedtem vele, mert az embernek az üldöztetés, a kínzás, a halál ennyi formájával találkozni, ehhez bizony nagyon erős lélek kell, hogy igenis. Egyrészt azért az üldözöttnek, a rabnak a pártján vagyok, ugyanakkor fel kell fognom azt is, hogy mit csinált az SS, miért csinálta ezt. Mert bizony itten részükről észérvek is voltak, hogy nekünk munkaerőre van szükségünk. Minél többre a fegyvergyártáshoz például. Mert sortábor az azért volt, mert fegyvert csináltak benne, ugye? Gyártottak. Hát fegyvert gyártunk, de mekkora legyen a ráfordítás. Hogy akkor egy koncentrációs tábornak gondolja el, hogy mielőtt felállították, gazdasági számításokat végeztek a németek. Nem volt az csak úgy, hogy ad hoc, hanem arról volt szó, kérem, ennyi ember, ehhez ennyi őr kell, ehhez ennyi drótkerítés kell, ehhez ennyi barak kell, ehhez ennyi szappan kell, ehhez ennyi pocsék étel, mert ugye nem adtak nekik normális ételt, és ez mind gramra ki volt gyönyörűen számolva, aztán eljött az idő, amikor már viszont már az is számított, hogy majd mennyi fogaranyat nyerünk ki belőle. Az is gondosan föl volt írva, és hát Auschwitz esetében is a melléktáboroknak ugye nem csak munka kimutatása volt, hanem személy kimutatása, az eredményeknek a bemutatása, mennyi hajat vágtak le. Ugyanolyan fogaranyat már említettem, mennyi szemüveget gyűjtöttek össze, mennyi gyógyszer volt még náluk. Azt is összegyűjtötték még előtte, mielőtt az életükkel elbántak. Tehát itt mögött egy szédületes a hadigazdaságnak a szükségletei voltak. Hát ez még embertelenebb, ugye, ha belegondolunk, mert itt emberi sorsokról van szó. Közben hidegen a Himmler, a Göring, a többi, hogy az nézted nekünk, ennyi ágyúra van szükség, ennyi rakétára, ennyi stb. Mennyi munkaruhát, vagy mennyi egyenruhát lehet megvarni egy műszakba, ki fogja ezt foltolni, mennyi cipőt kell megtalpalni, és így tovább. Hosszú lenne a történetről beszélni, de ennek van egy félelmetes gazdasági háttere is. Említette ezeket a tulajdonképpen hétköznapi dolgokat. Számomra az jut eszembe, hogy a kurens történelemtudomány az egyre inkább elfordul a nagy ideológiák és az eseményeknek a tárgyalásától, vagy a politikának a tárgyalásától, és sokkal inkább eltolódik a mindennapok történetének megírásához. Ebből a könyvből megismerheti az ember, lehet, hogy kicsit sajátos a fogalmazásmód, de az auschwitzi és birkenaui tábor mindennapjait? Mindennapjait feltétlenül, ugyanis én azt tűztem magam elé, hogy ez egy olyan könyv legyen, amit lehet tanítani. Amit el lehet olvasni, egy bizonyos korosztályt meg lehet vele szólítani. Na most ebben beletartozott természetesen, hogy a belépéstől kezdve egészen a megsemmisítésig összegyűjtöttem minél több anyagot, arra nézve, hogy mi történt a mi honfitársainkkal, mert ezt se szabad elfelejteni, ugye, mert azt mondják sokszor, hogy a zsidók, ez nem a zsidóknak az ügye, ez 600 ezer magyar állampolgárnak az ügye, és ebből bő 300 ezeret azonnal megöltek ottan. Akik ugyanolyan emberek voltak, mint mi, ugyanolyan szombathelyek voltak, a gyerekeket, és így tovább. Aki nem hozott hasznot azonnal, tehát haszonelvű is volt ez az egész megsemmisítés, azokat megölték. Na most igyekeztem minél több névsort összeszedni, ott Auschwitz-Birkenau-ba közben szállítási listákat, és így tovább, gettólistákat, úgyhogy nem tudom, hogy ki fog majd nekiállni, de remélem, hogy még lesznek olyan fiatalok, akik akár innen a főiskoláról, egyetemről, bárholan, akik nekiállnak és még fölfedezik ezt. Nagyon sok minden van még ebben a témában. Tulajdonképpen kutatási terepet is jelent. Így van. Azt gondolom, hogy elengedhetetlen kérdés, hogyha egy ilyen témáról beszélünk, az tulajdonképpen abból az alapvetősből indul ki, hogy az 1940 és 45 között működött Auschwitz-Birkenaui haláltábor, az mára tulajdonképpen szimbólummá vált. Az emlékezetnek egy helye lesz, hogyha Pierre Norának az emlékezet helyekről írt tanulmányát próbálom ide adaptálni.
Ez alapján viszont az emlékezett helyeket, hogyha alapul vesszük, akkor azt lehet látni, hogy ez egy olyan emlékezett hely, amit az emberek nagy része szeretne elfelejteni. Hogy lehet ezt a kettősséget feloldani? Hát ezt nehezen lehet feloldani, nem csak emlékezett, hogy ez a világörökség része már teljesen hivatalosan, úgyhogy az ENSZ megtette ezt a lépést, de hát ehhez is évtizedek kellettek, hogy eljutott a társadalom oda, vagy az emberiség oda, hogy ez rájön, hogy ez a világörökség. Hát sajnos, hogy van egy ilyen világörökség, de ez az. De most, hogy lehet, hogy egyáltalán még a mi emlékkultúránk is rengeteget fejlődik, és változik. Valamikor még volt 45 után valami, erről volt egy megemlék. Összejöttek azok az emberek, így egy ilyen hitközségnél, hogy hát megemlékezzünk egy bizonyos napon, amikor elhurcolták a hozzátartozóinkat. Aztán utána valami, hogy kiemeltem, most miért kell nekünk hurcolni ezt, amúgy is megbélyegeztek bennünket 44-ben a sárga csillaggal. Most kell ezt nekünk hordani, vagy egész életünkbe kell hordani? Hát ezért volt az, hogy jó néhány új nevet vettek föl, elköltöztek, és így tovább. Próbáltak új életet kezdeni. Na most, aki új életet kezd, az nem szívesen beszél ugye arról, hogy ő vele már mi történt, és ezért már mondtam az előző mondatoknál is, a kérdésnél is, hogy azt mondták, hogy nem jött vissza. És nem beszéltek arról, hogy mert itt van még egy rettenetes kérdés, amit most már ugye a németek nagyjából leküzdöttek, de például más európai országokban, a szomszédos Ausztriában sem olyan könnyű ezzel a dologgal még most se szembenézni, még most is állítják a emlékműveket, most van kutatáson, mondok egy egész közeli példát. Grácot most állították az első emlékművet. Grác, kérem szépen, a nemzeti szocializmus kiemelt városa volt. Hát ha mindenki nemzeti szocialista volt, még ha nem is volt az, most ezt tessék bevallani és oda tenni, és kiírni, hogy itt volt a nemzeti szocialista város, és vagy ott vannak a tömegsírok még itt a város környékén is. Na most ezt hogy tanítsák? Hogy közelítsék meg? Hogy legyen ez? Ez egyébként egy nagyon érdekes kérdés, hogy említette, hogy világörökségi helyszín. Igen. És erről nekem egyből az jut eszembe, hogy korábban lehetőségem volt beszélgetni Torfa Gerlanddal, aki a Trondheimi Egyetemnek a professzora, és ezt a fajta örökséget, ugye Norvégiában kutatja, kulturális örökséggel foglalkozik, és nekik is vannak ilyen fájdalmas örökségeik, és erre nekik van egy nagyon jó definíciójuk, amit painful heritage-nek, vagyis magyarra fordítva fájdalmas örökségnek neveznek. Én azt gondolom, hogy ez a fajta emlékezett hely, ez egy az egyben megfeleltethető ennek, mert hogy mi lenne fájdalmas örökség, ha nem ez. Ugyanakkor, ha az örökséget vesszük alapul, akkor azt kell látni, hogy az örökségnek mindig az utókor számára van valamiféle üzenete. Mit üzen ez az örökség az utókornak? Ez az örökség azt üzeni elsősorban nekem, az jut eszembe, hogy vigyázzunk egymásra. Vigyázzunk egymásra, mint mi magyarok, vigyázzunk egymásra, mint európaiak, tudnánk ugye hosszan folytatni, hogy milyen veszélyek vannak. Itt van a veszély fölöttünk, itt van az atomfegyver, a legkülönbözőbb megbélyegzések, áramlások, a népek egymáshoz ugrását, az egész Afrika forrong, Ázsia forrong, és így tovább. Vigyázni kell egymásra, ha nem vigyázunk egymásra, akkor bizony bekövetkezhet. Meg szokták ezt kérdezni, és én azt mondom, bekövetkezhet megint tömeges katasztrófa, mert ez tulajdonképpen ez a Auschwitz és minden, ami körülötte történt, ez egy katasztrófa az emberiségre nézve. Én azt gondolom, hogy ez az intés egy tökéletes végszó a beszélgetésünkhöz. Én köszönöm szépen, hogy elfogadta a felkérésünket, és itt volt velünk. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, a mai műsorunk végére értünk. Köszönöm szépen valamennyiük figyelmét. Friss információkkal a kultúra területéről egy héttel később jelentkezünk. Majd jövő kedden is várjuk Önöket a képernyő elé. Szép estét, viszontlátásra!